A húsvéti ünnepek alatt kollégáim közúti ellenőrzéseket hajtanak végre. Ennek az a célja, hogy a balesetek számát az ünnepek alatt csökkentsük, illetve az ittas járművetők ellen hatékonyan fel tudjuk lépni. Jellemzően ezen időszakban megszaporodnak az ittas járművezetők. Tavaly évben 30 ittas járművel szemben kellett intézkedni Vasmegyéből, ebből 12-en gépjárművel közlekedtek. Hogyan zajlik egy ilyen ellenőrzést? Megállítják és utána mit kell csinálni? Egy általános igazoltatás, mely során a gépjárművezetővel szemmel alkoholszondást folytatnak. Amennyiben minden rendben van, akkor az intézkedés befejezik. Ha valaki megtagadja, nem akarja megfújni a szondát, akkor mi a következő lépés? Amennyiben az alkoholszonda megfújását megtagadja, a kollégáim már fogják állítani a vérvételre. Ilyenkor ez mennyi idő körülbelül? A vérvétel időtartama körülbelül 1 óra, míg az intézkedés be tudják fejezni a kollégáim. Akit ittas vezetésen kapnak, az mire számítson? Attól függ, hogy mennyi alkohol van a szervezetében, vagy közigazgatási bírságra, vagy pedig a büntetésbíróság fogja kiszabni büntetőeljárás keretében. Ha valaki egyedül ül az autóban és ivott? Amennyi a ittas járművel szemben intézkednek kollégáim, akkor a gépjárművet lezárják, és tovább nem közlekedhet vele a gépjárművezető.